Sziasztok! A következő videóban az egyenlőtlenségekről lesz szó. Ugye az egyenletekről már tanultunk, most nézzük meg, hogy mi az az egyenlőtlenség. Van egy ilyen kérdésem, hogy melyek azok a számok, amelyekből, hogyha kivonunk 3-at, elosztjuk őket 2-vel, akkor nagyobbak lesznek, mint 5. Ugye ebben az esetben látjuk, hogy a végén az szerepel, hogy nagyobbak lesznek, mint 5, bár ebből is látjuk, hogy itt nem egy darab számról lesz szó, hanem több számról. Ezt a következő féleképpen írhatjuk föl, ugye, mint ahogy már az egyenleteknél is megszoktuk, ugye a szám, amit keresünk, az az x, ugye ebből vonunk ki 3-at, majd ezt az egészet osztjuk el 2-vel, és tudjuk, hogy ez, vagy ezek a számok, ezek ugye nagyobbak lesznek, de ez a kifejezés egészen nagyobb lesz, mint 5. Ez egy egyenlőtlenség, hogyha itt kacsacsőr áll, tehát relációs jel, vagy egy egyenlőségjel áthúzva, akkor ugye egyenlőtlenségről fogunk beszélni. Ugye emlékezünk vissza az egyenletekre, ugye az egyenlet megoldásán az ismeretleneknek mindazon értékeinek meghatározását értettük, amelyeket, hogyha behelyettesítettük az egyenletbe, akkor annak a két oldala ugye egyenlővé vált, tehát ezeket az értékeket az egyenlet megoldásainak vagy gyökeinek neveztük. Hogyha egyenlőtlenségről beszélünk, akkor ugye ugyanúgy fogjuk őket megoldani, mint az egyenleteket, csak ugye itt az egyenlőség az nyilvánvalóan nem fog felelni, tehát a műveleti jelünk két oldalán nem két ugyanolyan kifejezés fog állni. Tehát oldjuk meg ezt az egyenlőtlenséget, amit már itt az előbb felírtunk, ugye ugyanúgy oldjuk meg, mint az egyenleteket, tehát először is, hát ha mérlegelvel oldjuk meg, akkor megszorozzuk 2-vel, akkor ugye mindkét oldalt be fogjuk szorozni, tehát a bal oldalon x minusz 3, a jobb oldalon pedig ugye 5-ször 2, vagyis 10 marad. Ugye itt most hozzá kell adnunk 3-at, hogy a bal oldalon csak az x maradjon, és akkor megkapjuk, hogy az x az nagyobb, mint a 13. Tehát ez azt jelenti, hogy a megoldásunk azok a 13-nál nagyobb számok lesznek. Itt a számegyenesen ábrázolva láthatjuk ezeket. Nagyon fontos itt kiemelni, hogy ezek a 13-nál nagyobb számok, tehát a 13 az még nem a megoldásaink közé tartozik. Ugye ezt is tudjuk ellenőrizni, de itt nem a 13-at fogjuk behelyettesíteni, hiszen az ugye nem a megoldások közé tartozik, hanem egy 13-nál nagyobb számot, például mondjuk kiválasztjuk a 15-öt. Behelyettesítjük az x helyére, 15 minusz 3 per 2 nagyobb, mint 5, 12 per 2 nagyobb, mint 5, és hát ugye látjuk, hogy 12 per 2 az 6, és mivel a 6 nagyobb, mint 5, ezért jól számoltunk. Amire figyelni kell az egyenlőtlenségeknél, ugye először is maga a relációs jel nagyon fontos, vagy kacsacsőrnek is nevezhetjük. Hogyha a kacsacsőrünk alatt nincsen kis vonalka, akkor ugye nem engedjük meg az egyenlőséget, akkor azt úgy hívjuk, hogy, vagy úgy szoktuk kimondani, hogy az adott esetben x kisebb, mint 5. Tehát az 5 az még nem tartozik bele a megoldásunkba, viszont a nála kisebb számok azok már igen. Másik esetben, amikor ugye megengedjük az egyenlőséget, tehát a kis kacsacsőrünk mellé egy vonalka is társul, akkor ugye azt úgy mondjuk ki, hogy az x nagyobb vagy egyenlő, mint 5, tehát itt már az 5 is a megoldások közé fog tartozni, vagyis az 5 és a nála nagyobb számok lesznek nekünk megoldások között. A másik, amire figyelni kell, az a negatívval való szorzás, illetve osztás. Hogyha megnézzük itt ezt a példát, akkor láthatjuk, hogy ahhoz, hogy ugye az x-et megkapjuk, mínusz 1-jel kell beszoroznunk az egyenlőtlenségünket, viszont, hogyha ezt mínusz 1-jel beszorozzuk, akkor fordul a relációs jel. Tehát, hogyha negatív számmal szorzunk vagy osztunk, akkor nagyon fontos, hogy figyeljünk arra, hogy a kacsacsőr megfordul. Következőnél nézzünk egy példát. Van egy szám, aminek a kétszereséhez 4-et adva kisebb számot kapunk a szám háromszorosánál. Legkevesebb mennyi lehet ez a szám? Ugye, hogyha egy számról beszélünk, akkor mindig ismeretlent, vagyis egy x-et alkalmazunk. Ugye így írhatjuk fel az egyenlőtlenségünket. Ugye a szám kétszereséhez 4-et adunk, tehát a számot megszorozzuk 2-vel, majd 4-et adunk hozzá, és ekkor
a háromszorosánál kisebb számot kapunk. Tehát akkor az egyenlőtlenségünk jobb oldalára 3x-et fogunk felírni. Ugye tudjuk, hogy az egyenlőtlenségeket ugyanúgy oldjuk meg, mint az egyenleteket, tehát az első lépésünk az az lesz, hogy ugye az x-eket és a számokat is külön oldalra rendezzük. Itt most könnyű dolgunk van, mert csak egy lépést kell tennünk, kivonunk két x-et, és már is megkapjuk, hogy az x az a 4-nél nagyobb számokat jelenti. Tehát a megoldásunk az ugye a 4 még nem, de a 4-nél nagyobb számok lesznek. Nézzünk egy következő példát. Oldjuk meg az egyenlőtlenségeket. Ugye nagyon fontos, hogy mindig megvizsgáljuk az alaphalmazt. Ugye ebben az esetben nincsen megadva, hogy milyen számok halmazán értelmezzük ezeket. Tehát bármi jön majd itt nekünk ki, az megoldás lesz. Az első a mínusz 2x plusz 1 nagyobb, mint az x mínusz 2. Ugye szépen ugyanúgy megoldjuk, mint az egyenleteket, tehát hozzáadunk 2x-et, akkor azt kapjuk, hogy az 1 nagyobb, mint a 3x mínusz 2, ezután, hogy a számok egy oldalon legyenek, hozzáadunk 2-t, akkor ugye azt kapjuk, hogy a 3 nagyobb, mint a 3x, majd a végén, hogy megkapjuk az x-et, leosztunk 3-mal, és akkor az lesz a megoldásunk, hogy az x kisebb, mint 1. Tehát ugye a megoldások közé az 1 még nem fog oda tartozni, de a tőle kisebb számok már igen. A következő feladatban azt kell megoldanunk, hogy 4x mínusz 2 kisebb vagy egyenlő, mint a mínusz 10x plusz 8. Ugye itt figyelünk arra, hogy a kacsacsőrünknél már ugye megengedjük az egyenlőséget, tehát majd a végén figyelni kell arra, hogy mik tartoznak a megoldásaink közé. Na hát ugyanúgy, mint az egyenletet, ezt is rendezzük, hozzáadunk 10x-et, és akkor azt kapjuk, hogy 14x mínusz 2 kisebb vagy egyenlő, mint 8, ekkor hozzáadunk 2-t, hogy egy oldalra rendezzük a számokat, így azt kapjuk, hogy 14x kisebb vagy egyenlő, mint 10, majd a végén leosztunk 14-jel, és azt kapjuk, hogy az x az kisebb vagy egyenlő, mint 10 tizennegyed, vagy 5 heted, amit átválthatunk tizedes törtre, és akkor az x kisebb vagy egyenlő lesz, mint 0,714 ezred. Számegyenesen ábrázolva, ugye láthatjuk, hogy itt már telikarikát használunk, vagyis azt jelenti, hogy az 5 heted, mivel megengedtük az egyenlőséget, a megoldásaink közé fog tartozni. A következő példánkban azt a kérdést tesszük fel, hogy van-e olyan pozitív egész szám, tehát itt már figyelni kell arra, hogy pozitív egész számnak kell kijönnie a végén, amelyiknek a 6-szorosa nagyobb a nála 128-al nagyobb számnál. Na hát megint, amit már megtanultuk, felírjuk az egyenlőtlenségünket, a számot megint csak x-el fogjuk jelölni, ugye ennek veszük a 6-szorosát, és ez lesz nagyobb a nála 128-al nagyobb számnál. Tehát, hogyha valaminél nagyobb, akkor ugye azokat összeadjuk egymással. Rendezzük az egyenletünket, ugye az x-eket egy oldalra, rendezzük a számokat pedig a másik oldalra, kivonunk x-et, akkor azt kapjuk, hogy az 5x az nagyobb, mint 128. Itt ezután leosztunk 5-tel, és azt kapjuk, hogy az x nagyobb, mint 128 ötöd. Ugye a 128 ötödöt megint csak átírhatjuk tizedes törté, és akkor ugye 25,6-ot kapunk, és akkor ezt most szépen megvizsgáljuk. Láthatjuk, hogy nincsen ilyen pozitív egész szám. A pozitívságnak ugye megfelel, viszont a 25,6 az nem egész szám, ezért nem lesz a megoldásaink között. Köszönöm szépen a figyelmeteket, csináljátok az ide tartozó feladatokat, és nézzétek a többi videónkat. Sziasztok!